A légi közlekedés számos gazdasági és környezetvédelmi problémával néz szembe. Tudósok szerint erre megoldást jelentett a szárny újratervezése. Tudósok Pízában újfajta repülőgépeket modelleznek. Ezt a fura formát először 1924-ben rajzolták meg. A kutatók úgy gondolják, mára érett meg a gyártási technológia az új formájú szárny előállítására. És ma már egyre sürgetőbb megoldást találni a légiközlekedés kihívásaira is. A légszennyezés és a növekvő utasforgalom is új ötleteket igényel a jövő repülőgépeitől. Olyan megoldásokat, amelyeket alkalmazva a légijárművek alacsonyabb fogyasztás mellett több utast tudnak szállítani. Ezt a hidroplán modellt a Parsifal nevű európai projekt keretében fejlesztik. A Boxwing nevű elrendezésben a két vízszintes felületet a szárnyvégeknél összekötik. Az így létrehozott alaknak kisebb a légellenállása, nagyobb a felhajtó ereje, ezáltal csökkennie kell az üzemanyag fogyasztásnak is. A modellünk a valódi repülőgép geometriailag arányos mása. Így biztonsággal ellenőrizhetjük, hogy repülési képességei megfelelőek-e. A Pízai Egyetem kutatói egy tó fölött tesztelik a repülőgép kormányképességét. Az eredményeket megosztják a repülőgépgyártókkal is. Ez a repülőgép modell megfelel a Boeing 737 és az Airbus A320 méret kategóriájának. Ezeket használják a fapados társaságok is. A szárnyfesztávolság azonos, a törzs egy kicsit hosszabb és szélesebb, de 50%-kal több utast tud vinni. A Delfti Egyetemen a különböző szárnykiképzéseket számítógépes modellek segítségével hasonlítják össze. A Delfti kutatók egy olyan szoftvert fejlesztettek ki, amely valódi mérési eredmények alapján teszteli a modelleket. A repülőgépek különböznek, de a fizika változatlan. A modellezési eljárásunk ezért képes bármilyen extrém tervet értékelni és a hagyományos repülőgépekkel összehasonlítani. A számítások alapján a dobozszárnyú gépek ugyanakkor a fesztávolság mellett több utast tudnak szállítani. Így a légitársaságok csökkenteni tudják az egy utasra eső üzemanyagfogyasztást, a repülőtereknek viszont nem kell átépíteni a jelenlegi infrastruktúrát. Az a célunk, hogy az új repülőgép típus 2035-ben üzembe álljon. A szükséges technológiák vagy készen vannak, vagy véglegesítés előtt állnak. Szóval a tervek ugyan futurisztikusak, de nem annyira, hogy rajzok maradjanak egy képeskönyvben.